Üdvözlök mindenkit szeretettel, a mai nappal elkezdjük újra a tornát. Ha nem is személyesen bent a teremben, hanem így online a tévé és a képernyő előtt. Szeretettel mindenkit még egyszer köszöntök, és vágjunk bele, kezdjük a tornát, jó? Bátran. Először mozgassuk meg a karjainkat, a kezeinket, és megyünk szépen sorba. A kezeinket mozgatjuk meg. Fölemeljük ilyen magas tartásba a kezünket, ennyire behajtott könyökkel, és először az ujjainkat mozgatjuk, mert ez nagyon könnyű gyakorlat, megmozgatjuk. Utána lefelé tartjuk a csuklónkat, vissza az ujjakat, lefelé, vissza, oldalra. Ezen lehet kicsit mosolyogni, de kell. Most pedig kifelé, majd befelé forgatjuk a kézfejünket. Most az egész könyököt mozgatjuk meg, jobbra fordulunk egy kicsit, és balra. Jobbra, balra, lengedjük a kezünket, és elől fölemeljük magasba. Egy, vissza a lábunk mellé, kettő, vissza a lábunk mellé, még egyszer, és elég, kicsit lerázunk a kezünket. Oldalemelés válmagasságig, tehát nem kell följebb, visszaengedjük a combunkig. Emeljük a kezünket, még egyszer, válmagasságig, leengedjük, még egyszer válmagasságig, leengedjük, és most föl. Találkozik a kéz, és vissza. Terpeszállás, kicsit rogyasztunk a kezünket. Előre, hátra, olyan, mint a hinta. Úgy. Rogyasztunk, megy a kéz. A magasság lehet az arcunk magasságaig, emeljük a tenyerünket. Ez nagyon jó. Még egy picit. Még egy picit, még egy picit, és fönn találkozik a kéz, letesszük a combunk mellé, megállunk egyenesen. Csináljuk egy kis válkörzést. Egy, kettő, vissza a lábunk mellé, három, négy, öt, hat, hét, és nyolc. Nagyon jó. Most ez hátrafelé történt, most előre. Egy, kettő, három, 4, 5, 6, 7, 8. Az egyik kezünk a combunknál van, a másik kezünket fölemeljük, és csak megérintjük a fülünket. Talán nem is olyan egyszerű. Másik kézzel is fölemeljük, átvisszük, megérintjük a fülünket. Még egyszer megismételjük, letesszük, még egyszer, és egy utolsó. Megérintjük a fülünket, és most az ellentétes oldalon. Jó. Csípőre a kéz. Nagyon lassan csináljunk egy fejkőzést. Jó, én jobbra kezdem, ti is kezdjétek jobbra, jobbra. Lassan. Mindenki lassan csinálja, nem gyorsan teker. És próbálja a fejecskéjét szépen ilyen nagy körívet csinál a fejével. Még egy kicsit csináljuk. Jó, itt középen megáll. Egy pillanatra fölnézünk, és az ellenkező irányba. Forog a fejünk. Még egy kört. Még egy kört csinálunk. Még egy kört. Középen megállunk. Még nincs vége. Fejbiccentés előre. Egy. Kettő hátra, előre egy, kettő hátra, előre egy, kettő hátra, megállunk, és most ez a biccentés jobbra és balra, egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, utolsó, és kész. Helyben járunk, figyelj, most még ez nagyon könnyű, a könyökünket is emeljük fel. És ehhez próbálunk fölemelni a térünket egy, másikat, és így, egy, kettő, emeljük a térünket. Nagyon jó, ha valaki meg tudja érinteni a könyökével a térdér. Úgy, még egy kicsit, és jó. Megállunk, szintén lerázzuk a kezünket, és csinálunk egy laza törzs fordítást, törzskörzést.
Törzsfőrzés. Szerintem hátrafelé mindenkinek egy kicsit nehezebb. Előre könnyebb. Másik irányba is. Hátra dőlünk. Csinálunk egy szép hátrafőrzést. Jó, elég. Megállunk. És csak oldalra. Egy, kettő, három, négy. Egy, kettő, három, négy. Még egyszer, kettő, három, négy. Szintén lerázzuk a kezünket. Nyújtva a kéz oldalt. Itt csinálunk, mint egy ilyen nagy kaszálás lennénk a réten, és így a növényeket így próbáljuk így lekaszálni a tetejét. Ez el lehet fordulni. Egyedül a lábunkat helyezzük a talajra, az nem mozog, az meg sem mozdul. És forgatjuk, de nyújtott kézzel, ha lehet. Tehát emeljétek fel a kezeteket, és amikor így elfordulsz az egyik elől, másik hátul, teljesen szabadon, úgy szépen pörgeted, és megáll. Kezünket így fölfelé tartjuk a tenyerünket, olyan, mintha valami súlyt kéne kinyomni. Mindenki érezze azt, hogy ez nagyon nehéz. Páros kézzel. Egy. Föltolom. Kettő. Föltolom a kezem a fejem fölé. Még egyszer. Föltolom a kezemet. Egy kicsikét rá lehet játszani, úgyhogy így nehezebben tolom. Tehát úgy nem csak fölemelem, hanem meg is nyomom. Hú, de nehéz. Úgy. És még egyszer fölnyomom a kezemet. Jó, leengedem. És most váltva. Kicsit megrázom magam, lerázom. Váltva. Egy, vissza, kettő. Jobb, vissza, kettő. Jobb, vissza, kettő. És még egyszer. Ennyi volt. Csináljunk egy nagy terpeszt. Mindenki akkorát, amekkorát elbír, olyan helyzetben, hogy kényelmes és stabil. Most pedig csinálunk egy nem teljes guggolást, egy kis rogyasztást. Ennyi. Jó? A térd befelé egy kicsit, picit, jó. De szabály, hogy nem emelhetjük fel a sarkunkat. Rogyasztás, egy, kettő, három, négy. Jó, most egy picikét kifelé a térd, sarkat így befelé. Ez az, rogyasztunk. Még egyet, jó. Lehet egy kisebb terpesz, kisebb, és most megpróbálunk szinte leülni, még ugolást végzünk, az a szép, hogyha a lábunk, a combunk, a fenekünk egy ilyen derékszöget csinál. Megpróbálom megcsinálni, tehát lemegyek, egész ennyire mélyen, egy, kettő, és ha aki tudja, az nem is kell, hogy fogja a csípőjét, kiteszi a kezét. Lejjebb, úgy beült szépen, olyan, mintha leülni egy székre, kicsit mélyebben, és egy utolsót. Na most, hogyha ezt jól csináljuk, elég, akkor lehet érezni, hogy a combunk, a feszítő, a hajlító, meg a fenekünk is keményebb lesz és erősebb. Most egy picikét üljünk le a székre. Üljünk ki a széknek az elejére, nyújtsuk ki a lábunkat, és egy kicsit nyújtogassunk, ez egy kis hasizom. Páros kézzel megfogjuk a cipőnket, egy, utána a másik cipőnket, akinek nem megy, addig nyújtózkodik, ameddig a keze elér, ha csak a sípcsontjáig az is jó, ha csak a térdét tudja, természetesen az is megfelelő. Csak mozogjunk. Próbáljuk azért megérinteni a cipőt, úgy, mind a két kéz megy lefelé, nagyon jó. Jó, és most középre előre, itt megérintjük a talajt. Egy, ügyes, kettő, biztos mindenki törekszik erre, három, négy, és öt. Jó.
Visszaülünk a székre, kicsikét helyezkedünk egész a szék támlájához. Következő gyakorlat. Egyik lábunkat fölemeljük előre nyújtva, és letesszük. Másikat nyújtva, letesszük, és próbáljátok a lábfejeteket így lefeszíteni ilyen spízbe, tehát így. Jó, vissza, másikat, és ezt megcsinálhatjuk 6-szor, 8-szor. Mondjuk ez a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik. Fölemelem a térdem, és így kifordítom, és visszateszem. Térdemelés, a csípőmet kicsit kifordítom, vissza. Ez az. Még egyszer emelem a térdem, kifordítom, vissza a talajra a lábam. Még egyszer. Na, még egyszer. Jó. Páros láb, ez egy kicsit nehezebb lesz. Megkapaszkodsz, és páros lábbal, hajított térdel emelgetjük föl a térdeinket. Ha jól csinálod, akkor érzel egy kis feszülést a derekadba, de ez a hasadra nagyon jó. Tehát lehet így a hasat edzeni, izmosítani, kisebbé tenni, aki azt szeretné. Csináljuk még ebből legalább egy 15-20-at. És elég. Kezünket föltesszük a tarkunkhoz. És csinálunk forgatásokat. Egy, kettő, egy, kettő. Tehát az ülés az maradt szépen, maradtok ülve, hanem a felső válunk, a könyök, tulajdonképpen a könyökünk vezeti a mozgást, forgatjuk, és egy nagyon picit lehet gyorsabban. Egy, kettő, három, négy, forgat tovább, nagyon szép. Egy, kettő, három, négy, húzza ki magát, emelje fel a fejét, nem görnyedünk ki, egyenes háttal, és a könyök vezeti a mozgást. Na, még egy picit gyorsítsunk rá. Egy, kettő, három, négy, egy, kettő, három, négy. Jó, letesszük a kezünket. Nagyon jó. Nyújtva a kéz, és egy kicsit így mélekindázunk. Egy, nyújtva. Az ujjainkkal talán meg is érinthetjük a talajt. Egy picit. Elhajolunk szépen. Próbáljuk megérinteni. Még egy kicsit. És elég. Megtörténtek a gyakorlatok, de hát persze minden bemutatón, illetve edzésen, levezetéssel, levezető légző gyakorlatok. Szoktunk befejezni a gyakorlatokat. Mindenki üljön szépen a széken, kezdjük, jó? Orron keresztül beszívjuk a levegőt, és ilyenkor megemelkedik a mellkas. Legyen folyamatos levegőbevétel orron keresztül. Utolsó. Jó. Egészségetekre.